Na hát szerintem mond. Én mondjam. Szerintem most mond. Szóval még soha nem tartottunk VB bronzérmet a kezünkben, és hál' Istennek Borús Rihárnak köszönhetően ez most megszületett, mert hogy világbajnoki bronzérmes úszó vagy, és ezt el is hoztad, és Verasztó Dávidot is köszöntjük. Világbajnoki. Jó reggelt és gratulálunk. Én fel is állok, és szeretnék így élőben köszönöm egy jó erős kézfogással és gratulálni nektek. Gratulálunk, annyi, igen. És innen ma már harmadszorra mondjuk el, csak ezt a Lenin nem biztos, hogy eddig hallotta, hogy így nagyon nagy köszönet illeti a szerkesztőinket is, hogy hát meg tudott benneteket, vagy rá tudott már fűzni, vagy megbeszélni veletek, hogy eljöttek ide hozzánk a stúdióba. És köszönjük és szépen. Ugye az imént arról kezdtünk el beszélgetni, hogy mi azt hittük, hogy nektek az elmúlt egy hét volt a kemény, amikor úsztatok, aztán kiderült, hogy már az előző egy hét is gyakorlatilag azzal telt, hogy otthon voltatok, és semmilyen sporteseményre a VB-n nem tudtatok kimenni, mert mumifikálódva otthon vizualizáltatok, és készültetek, ez most a ti szavatok volt. Hát nem csak az elmúlt két hét volt nehéz, hanem az elmúlt 20 szerintem, de igen, végül is nem tudtunk semmit csinálni, legalábbis én. Az én részemről én nem szoktam ilyenkor sehova menni, ilyenkor csak vizualizálom az úszásomat, és tényleg csak arra fókuszálok, hogy a lehető. Hogyan? Ezt tényleg meséld el nekünk, ez hogyan működik? Otthon ülsz a fotelben, igen, vagy egy tonegy széken, vagy egy flair széken, teljesen mindegy, ne soroljuk. És közben etetnek. nem, tényleg csak annyi, hogy edzések között azért próbálok egy kicsit ráhangolódni a versenyre, és tényleg leúszni a fejemben azt az adott távot, amit majd a világbajnokságon. Ez általában az úszóknál így működik? Nem, én csak szimplán izgulok. Ezt mindenki tudja rólam, úgyhogy... Izgulós vagy nagyon? Ha úszásról van szó, akkor igen, így más az nem nagyon... Kalapácsvetésnél nem szokott ezt szóba jönni. Ott se, nem zaklat föl, de sajnos az úszás valahogy így rám ragadt. Nem tudod megtanulni kezelni? Vagy nem tudom, egy sportpszichológus ad jó tanácsot, akkor az... Ja, de hát már régóta próbálnak kezelni, de... de valamennyit fejlődtem, azért sokat fejlődtem ebbe tényleg, úgyhogy... Azért sikerült hoznom magamat a tét helyzetbe is. A komolyra fordítva a szó, de nem, egyébként fontosak szerintem ezek a kérdések, hogy ilyenekről is beszélgessünk, nem mindig csak ugye a sport teljesítményről. De nagyon sokszor ugye a sporthoz értők, nem értők mindig ugye utólag és előre, vagy előre szokták mondani, hogy tőlük várunk valamit. Éremesélyesek. Utólag meg meglepetést okoztak a fiúk, vagy csalódást okoztak. Ti hogyan értékelitek a saját eredményeiteket itt a vizes VB-n? Hát a Ricsiek, ugye ők. Nagyon nagy meglepetés voltak. Ez egy 400-as váltóban nem nagyon van arra példa, hogy magyar csapat dobó közel döntőbe kerüljön. Hát ez volt az elvárás. Az utolsó százat elhúztad, ugye? Igen. És hatodik helyről ugrottál be. És... Behúztak a szurkolók. Igen. Ez pláne, hogy érem, az nagyon hihetetlen nagy dolog, tényleg. De nem is találtunk szavakat. Én meg hát sokszor voltam éremesélyes, ugye, párszor elszálltam, úgyhogy én ilyen nagy kérdőjel voltam mindig, szerintem sok ember fejébe. Miért? Hát mert mondjuk Rióban például ott is vártak tőlem jó eredményt, és hát elég csúnya. Olyan furcsa veled kapcsolatban azt olvasni, legalábbis néhány helyen ezt olvastam, hogy olyan, mint hogy nem lenne elég önbizalmad, hogy te ilyen átlagos teljesítményű vagy, igazából hogy egyik kúszástembe se vagy annyira jó, vagy ilyen kiemelkedő, vagy profi, miért szerénkedsz ennyire? Ugye az csak a látszott. Nem hát, tud nagy szám lenni, de ezt megtartom a társaságunknak. Persze, hát akkor ott is dobogóra állna mindig, hogy a mindegyik számban külön-külön jó lenne, de hát a vegyes úszás ugye arról szól, hogy igazából mind a négy úszás nem be kell mindenkit megverni. Miért pont ez? Miért pont a vegyes? Hát ez egy jó kérdés. Egyébként választhatom volna valami kellemes dolgot. 50-100 gyors, 50-50-ig szívesen úsznék, az elég lenne. Gyorsban vagy miben? Mind, bár. Mellen inkább, mellen sokkal jobb. Na jó, de akkor miért? Hát nem tudom. Szerintem ez ilyen tradíció lett, mert ahol én nőttem föl, ott ugye ugyanaz a család vagyok, mint a Darnyi Tamás, vagy előtte édesapám, vagy a Hargitai, mindenki vegyesen úszott, és én úgy gondolom, hogy ezt viszem tovább, ezt tanultam, azt tényleg igazából ebben is vagyok a legjobb. Az mekkora öröm volt az éremnek az átvétel a te életedben, az a pillanat? Hát igen, hogy... Hát Darnyi Tamás adta át nekem, ugye azért elég speciális volt. Úgyhogy nagyon örülök, hát meglepődtem, nem gondoltam, hogy ő fogja átadni. Pedig tudtam, hogy ott van
az érem átadáson, de ugye Gyárfás Tamás adta volna át szerintem. Az eredeti igen, én úgy szerint gondolom. Úgyhogy tényleg, hát nagyon örültem. Jó, de ugye van ez a klasszikus nyilatkozatod, amit mi már idéztünk 2014-ből, hogy nagyon örültél annak az EB Jezusnak, de hát, hogy az idézet... Arany. Az kivétesen arany volt. De hogy szart se ér Magyarországon. Ez nyilván most meg se fordult a fejedben. Hát ez VB Jezust, azért erre nem mondhatom azt. Ott igazából, most megmondom őszintén, arról volt szó, hogy ott több ember volt, aki negyedik lett, mondjuk akár Bernek Péter, és sírva jött ki, és tényleg bujkálva ment el, hogy kérdezték, hogy mi ez, hogy csak negyedik vagy, meg mit képzelsz magadról, hogy negyedik vagy. Azért negyediknek lenni bármibe Európában, az nem olyan kis dolog, mint ahogy ez le van festve, és én ezt mondtam, mert ugye tőlem is ezeket kérdezgették, hogy hoztam a kötelezőt, hogyha második lettem volna, az csalódás, meg körülbelül ez volt a történet, és erre mondtam, hogy tudom, hogy ez van, akinek nem ér semmit. Aztán ezt sikerült kiforgatni arra, hogy én most mennyi pénzt várok el érte, meg mit várok el azért a teljesítményre, amit nyújtottam, amikor erről szó se volt. Van az a klasszikus mondás, hogy egy istenfélőnek lenni erény, babonásnak lenni bűn, mégis ugye nagyon sokszor ugye azzal a helyzettel találkozunk, hogy van valamilyen szokásunk. Mondjuk lehet ez babona. Nálatok van bármi, ami minden verseny előtt ugyanazzal a liturgiával történik, meg kabala figuráltok magával kell vinni, mit teszik az ember verseny előtt, hogyan fekszik le, nem tudom én, bármi. Persze, hogy van. Szerintem minden sportolónak van valami, ami ez egy kicsit ragaszkodik egy nagyobb sportteljesítmény előtt. Nekem több is van, nekem van egy kis törölközőm, amit már akárhány éve hordozok magamnál, és ezt, hogyha nincs nálam, akkor nem is érzem úgy, hogy én tudok jól teljesíteni, szóval. És akkor viszed magaddal konkrétan a versenyre ezt a kis piciket törölközőt? Persze, amikor be is vonulok, akkor ott van nálam mindig. Tehát ez egy kabala figura, persze. Vagy persze. Tárgy. Mi a jelentőség egyébként ennek a törölközőnek? Semmi, csak hát az, tényleg oda nyúlik vissza, amikor először kezdtem el jól úszni, akkor ott volt nálam, és akkor mindig úgy... Mindig vitted magadra. Persze, persze. De szerintem mindenkinek nagyon sok van, nem csak egy van, például mit csinál, például én zenét kezdek el hallgatni reggel, és elején még elég lassú zenét, és így építem fel a nap folyamán, és akkor tudom, hogy szépen belehelyezem magam a hangulatba, hogy akkor, akkor mehetünk, és akkor versenyezhetünk. Mert Dávid? És a csúcson mit hallgatsz? Hát az mindig más, igazából olyan számokat szoktam, amikhez pozitív élmények kötnek. Jó, szóval... most mit hallgattál? Most például Killers-t hallgattam, aha, a rajt erőt. Hát ez zúdós, igen. Én nem hallgatok szerintem. Igen, azt látjátok. Nekem ilyen spéci babonáim nincsenek igazából, nem tudok így felsorolni. Régen vittem ilyen állatkákat, akikkel aludtam, de hát most azok is kikoptak, vagy elhagytam őket, úgyhogy... Nem bírták. Ó, tudod, nem felnőtt élsportolónak van valamilyen plusz figurája, amit cipel magával. Van sok. Még arról beszéljünk, hogy ugye te Phelps-el is, te Amerikában készültél, és Phelps-el, illetve Phelps-nek az edzőjével is készültél. Meg tudjátok fogalmazni, hogy miben más itthon készülni magyar edzővel, illetve az amerikai mentalitás? Mert az nyilatkoztat, hogy ő aztán üvöltözik vele, ha éppen olyan van. Teljesen más. Itthon ugye sokkal inkább hát egy globálisabb vagy univerziálisabb edzést úszunk, szóval a sprintertől kezdve a középtávúszóig hasonló edzés szokott lenni, viszont kint nagyon specifikus, sokkal inkább a statisztikákra mennek rá, meg ilyen apró részletekre, és igazából ezt vettem észre, hogy sokkal egyénire szabottabb kint. Mondjuk itt Magyarországon nem nagyon vannak sprintereink, szóval szerintem Takás Krisztián, mi vagyunk ketten, akik így régebb óta benne vannak a magyar válogatottban, szóval kicsit másabb azért, meg ugye én az egyetem színeiben edzettem, és tényleg olyan hátterünk van, azért mindent megkapunk, amit csak akarunk, és ugye itt, hogyha elmenjünk mondjuk edzeni, mondjuk én Békésebben, akkor nyilván kevesebb dolgot tudnak mögém rakni, mint mondjuk egy 80 ezeres egyetemnél, ahol mindent hát akkor megkapunk. Te versenyhátrányból indulsz így, nem? Nem, hát nálunk nagyon egyszerű a felfogás, nekem az edző mindig azt mondja, hogy lemegyünk a bányába, megcsináljuk, aztán Várad, ez egy felvett figura, ez a nagyon laza vagyok, és... Nem vagyok laza. Nem? Ott a versenyem nem. Hát azt látni kell. Milyen? Mert mit látnánk? Hát Dávid az... ő benne van, ő szerintem már az első naptól kezdve úszta azt a 400 vegyet, szóval szerintem sokkal több volt. Ez olyan, hogy nem is lehet hozzászólni, vagy lehet, csak nem érzékeled?
Hát a utolsó három nap nem nagyon beszélgetek emberekkel. Aha, szó szerint. Ilyen, tényleg kik azok az emberek, akiknek így a véleményére, tanácsaira, intelmeire, ne az edző, tehát ez egyértelmű, hanem inkább ilyen családtagok vagy barátokra, akiket még mondjuk az utolsó pillanatban így felhívnátok telefonon, vagy akinek a hívását felvennétek. Ki választasz az SMS-re? Igen. Hát szerintem a családtagjaink tudják, hogy nem szabad minket zavarni, mert amikor eléggé kicsit agresszívabbak vagyunk a keleténél, ugye már készülünk a versenyre. Na tényleg szerintem bármilyen családtagon felhívni az utolsó, ugyanúgy felvenném a telefont és örülnék neki, de inkább utána sokkal jobban számít, amikor látjuk őket a leláton szerintem, vagy szurkolnak neki, hogy elviselik a sok hülyeségünket, ami igazából az előtte lévő egy hónapban van, amikor már elkezdünk stresszelni. Annyira örülök, hogy itt vagytok. Ezt még tudnánk folytatni. Igen. És tudjátok, mi fogalmazódott meg? Mondjuk az én számból ez fura, de ugye tegnap láttam pont valamelyik internetes újságon egy összeállítást arról, hogy amikor az úszólányaink elmentek bulizni a vízes VB után, és hogy azt hiszem az volt a cikknek a címe, hogy na, ettől minden pasinak az álla leesik, hogy milyen csinosak a lányaink. De azt elmondhatjuk, hogy az úszófiaink is igen, nagyon jó képűek vagytok. Úgyhogy... hát, de ti voltatok már egy nagyot bulizni? Vagy hogy kiengedni valahol? Diszkréten szórakozunk szerintem. Diszkréten. Ezekkel az arcokkal. Soha nem volt semmi olyan hír szerintem, hogy a magyar úszok. Hát mindenhol felismernek, bementek valahova, aztán már ingyen adják a párizsit. Gratulálunk, hát ezt visszaadjuk. Nagyon szépen. Még sok ilyen. Gratulálunk, így van.